Tisztelt hallgatóság! Köszönöm szépen először is a meghívást a BankBánnal kapcsolatos előadásommal illetően. BankBánnal én tulajdonképpen úgy kerültem kapcsolatba nagyon régen, hogyha kezdhetem ilyen szubjektív felütéssel, hogy még a bölcsészdoktori disszertációmban, amelyet 13. század első harmadának magyar történetéről szóló nyugat-európai latin nyelvű elbeszélő forrásokról írtam, muszáj volt írnom egy fejezetet a Gertrude elleni merényletről, mégpedig azért, mert ez a Gertrude elleni merénylet, ez a korabeli európai történetírás egyik sláger témájának számított. Ugye, talán a közgondolkodás ezt kevésbé tudja, a középkori történetírás az megdöbbentően hasonlít napjaink bulvár sajtóírására, csak az érdekli a középkori történetírókat, ami rendszeridegen és furcsa. Tehát például az, hogy a király ül, törvényeket hoz, és az ország népe boldogan él, míg meg nem hal, ez a középkori történetírás számára unalmas, és nem is létezik. Ezt így kell menni a dolgoknak, kész, erről nem írunk. Arról például, hogy II. András kiadott egy aranybullát, arról egy darab elbeszélő forrás nem tudósít, se külföldön, se idehaza, viszont arról, hogy a magyarok fogták magukat 1213-ban és felkoncolták a királynét, na erről több mint 300 nyugat-európai elbeszélő forrás megemlékezik, némelyik alaposan kiszínezi a történetet, erre majd vissza fogok térni az előadásomban is, sőt olyan is van, amelyik hozzáteszi, hogy hát a magyarok megölték a királynét, de ezen semmi csodálnivaló nincsen, mert a magyarok ezt szokták csinálni. Tehát ezt szögezzük le, a magyar történelemben is egy meglehetősen ritka esemény volt az, hogy a magyarok, magyar előkelők, vagy legalább egy magyar előkelő, majd látni fogjuk, kezet emel a királynéra, egyáltalán az, hogy a királyi család bármelyik tagját erőszakos végéri, viszonylag ritka eseménynek számított, bár nem példaküli a középkori Magyarországon. Tehát nekem a bölcsészdoktori disszertációmban muszáj volt egy fejezetet írnom Gertrude-ról és a merényletről, mégpedig azért, mert borzasztó sok forrásban jelent meg ez a történet a nyugat-európai historiográfiában, hogy azért a borzasztó sokat azt valamennyire tudjuk orientálni, ahhoz talán elég annyit mondanom, hogy az Árpád-kori magyar történelemnek a negyedik legtöbb forrásban emlegetett esemény a Gertrude elleni merénylet. Abból kettőt egyébként az előtte álló háromból elég könnyű kitalálni, mert az egyik a Szent Istváni államalapítás, a másik a tatárjárás. Tehát ezek tényleg olyanok, amik a mai napig benn vannak a közgondolkodásban. Viszont a harmadik legnépszerűbb, vagy legtöbbet emlegetett esemény a magyar történelemnek az olyasmi, amiről manapság a kutya nem tud kis túlzással. Ez az, hogy 1203-ban a keresztesek megostromolták és elfoglalták Zára városát. Ez azért számított egyébként akkoriban nagy botránynak, mert ugye egy keresztény királyság keresztény városát foglalt el egy keresztény hadsereg, egyébként Velencei Zsoltban, Velencei felbújtásra, és a dolog vége az lett, hogy a pápa kiátkozta az egész keresztes hadjáratot úgy, ahogy van. Tehát egyházi fenyítékben részesítették a kereszteseket. Visszatérve a Gertrude elleni merényletre, ugye született ebből egy fejezet a disszertációmban, akkor abból született egy önálló tanulmány, akkor még a Gertrude elleni merénylet nyugat-európai forrásairól, majd egy másik a magyarországi forráshagyományról, aztán ezek nyomán engem kértek fel annak idején, hogy írjam meg a merénylet történetét a merénylet 800. évfordulóján rendezett Szentendrei konferencia kötetében, és tavaly pedig az előző három publikációnak köszönhetően valószínűleg szintén engem kértek fel arra, hogy akkor szembesítsem a BankBánt, a drámát, a történeti valósággal, hogy mit tudunk valójában a merényletről, és hát, ha találgathatok, akkor gondolom ennek a legutóbbi publikációnak köszönhetem én a mai meghívást ide Kecskemétre. Tehát a mai előadásomban én alapvetően három résztémáról szeretnék beszélni. Az egyik az a dráma szereplőin és a történelemben valójában vitt szerepük, vagy legalábbis amit erről tudni lehet, meg majd látni fogják, hogy sajnos elég keveset. A második témakör az az lenne, hogy milyen elbeszélő forrásaink vannak a merényletről, milyen különböző narratívumok keletkeztek a történeti irodalomban a középkorban. A középkoron ilyenkor én mindig a reneszánsz előtti középkort értem, ami ugye Európában eltérő időben lépett be eltérő területenként, nagyjából a 14. század közepétől a 15. század közepéig. És végül a harmadik pontban arra igyekszem valamiféle rövid bemutatást adni, hogy a merénylet hogy történhetett, mit tudunk tulajdonképpen akkor erről az egész merényletről, és hát itt elébe megyek a történet végének, pont a legizgalmasabb kérdésre nem fogok tudni egyértelmű választ adni, jelesül azt, hogy miért ölték meg a magyarok Gertrude-ot. Azt, hogy kik voltak ott, meg kik nem, azt nagyjából pontosan lehet rekonstruálni, és nagyon nem úgy, mint hogy katonadrámájában szerepel egyébként.
Hát először is a történet résztvevői. Hát természetesen tudom azt, hogy nem Második András, vagy hogy a drámában szerepel Endre Király Katona Bánkbányának a főszereplője, de hát azért mégiscsak egy ilyen szigorúan, hierarchikusan felépülő társadalomban elkövetett merénylet bemutatását is talán célszerű az uralkodótól kezdeni. Ugye magában a drámában Második Endrének viszonylag kevés szerepe van, rögtön úgy indul a dolog, hogy ő nincs ott. És Bánkbán sincs ott, mégpedig pont azért nincs ott, mert éppen Második Andrást helyettesíti és országjáró körúton van. Rövid megjegyzés, ez az országjáró körút ez elsőre talán olyan bizarnak hangozhat, meg kicsit népmeseinek, mert ugye Mátyás király még az az uralkodó, akiről azt szokás tudni, hogy ő járja az országot, és róla tudjuk, hogy valójában nem. Tehát, hogy nála nem igaz. A 13. század elején ez a dolog azért nem abszurditás, mert a 12. század végéig, tehát ha nem is a 13. század elejében, de a 12. század végéig valóban az volt a helyzet, hogy a királynak nem volt székvárosa. Preferált tartózkodási helyei voltak, és egyébként meg járta az országot, és bizonyos egyházi ünnepekre mindig megérkezett bizonyos helyre. Ennek gazdasági meg politikai oka is voltak, ezekben nem menjünk bele. Mindenesetre ez az apró motivum azért ilyen gemmaszerűen felvillantja azt, hogy Katona József próbált utána menni a történeti eseményeknek, tehát olyan dolgokat is megtalált, amik az adott korszakban sem voltak feltétlenül az irodalmár vagy a közember számára egyértelműek. Tehát András nincsen ott éppen, amikor az egész história kezdődik a drámában, a végére érkezik meg, amikor ugye megtudja azt, hogy meghalt a felesége, egy győzelmes hadjárat után érkezik meg Halicsból. Ugye Halics az az újkori értelemben vett Galícia, tehát északkeletre van a középkori Magyar Királyságtól, és végül megkegyelmez ugye a drámában Második András Bánkbánnak. Most nézzük, hogy ebből úgy mégis mit lehet tudni. Hát először is előjáróban mindenféleképpen ide kívánkozik, hogy a Második András képünk az gyökeresen átalakulóban van az elmúlt években. Ez egy nagyon friss kutatási eredmény, és elsősorban Zsoldos Attilának a nevéhez köthető. Ugye korábban Második Andrásról vagy ezt a kegyes és belátó uralkodó képét festette a történetírás, ami egyébként katonadrámájában is szerepel, vagy pedig még inkább a 20. században egy hebehúrgya és pazarló királyét, aki nem tudja rajta tartani a fazékon a fedőt, aki alatt gyakorlatilag majdnem felrobban az ország, az arisztokraták azt csinálnak, amit akarnak, szanaszét adományozza a királyi birtokállományt, és senki sem érti, hogy miért csinál ilyen őrültségeket. Na most, ahogy az történeti kutatásnak gyarapodnak az ismeretei Második András királyról, egyre inkább azt látjuk, hogy ez bizony egy nagyon átgondolt koncepció része volt, egy teljes gazdasági és politikai modellváltás zajlott a korabeli Magyarországon. Az más kérdés, hogy nagyon torz eredményeket hozott. De Második András valójában egy nagyon erőskezű és nagyon koncepciózus uralkodó volt, egyébként pedig egy halálosan gátlástalan figura, minden jel azt mutatja. Tehát a politikai praktikum érdekében képes volt bárkivel bármiben szembefordulni. Ami a halicsi hadjáratokat illeti, ez a bizonyos halicsi vagy modern nevén galiciai terület, ez a magyar királyoknak az 1180-as években került igazából az érdeklődési látókörébe. Ugye a kijevi Rusznak a meggyengülésével a Magyar Királyságtól keletre többé-kevésbé egy hatalmi vákum alakul ki, orosz részfejedelemségek jönnek létre, és a Magyar Királyság, mint regionális középhatalom, szintén nem nagyon szokták tanítani, de az Árpád-korban egy eléggé agresszív külpolitikát folytat. Tehát a magyar királyok a környéken, hogyha valahol politikai vákum mutatkozik, és úgy esélyük nyílik oda csapni és valamit elrabolni, akkor ezt általában nem haboznak megtenni, és ez történik az 1180-as években is, amikor a Magyar Királyság megpróbál benyomulni Halicsba. Nem sikerül. De ettől függetlenül több próbálkozás van, megújuló próbálkozások, és éppen a Gertrud királyné elleni merénylet, ugye 1213-ban történik ez a merénylet, tehát a merényletet környező években éves rendszerességgel vezet Második András hadjáratot Halicsba. Nem nagy sikerrel, de éves rendszerességgel. Egyetlen egy olyan év van, 1211 és 1214 között, amikor nincsen ilyen hadjárat, az 1213. És nagyon érdekes az oka, azért, mert menet közben kapja a hírt Második András, hogy megölték a feleségét. Tehát nem a hadjárat után tudja meg ezt a hírt, ez apró pontatlanság a drámában, amikor megy kifelé a keleti hadiúton a vereckei kapu felé az országból, valahol ezen a hadiúton érkezik, éri utol az a hír, hogy óriási baj van az országban, ez még nagyobb baj egyébként, mint amekkorának látszik. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy megölték a királynak a feleségét, hanem
bizonyos jelek azt mutatják, hogy a király többé-kevésbé helytartóként hagyta hátra Gertrudot. Tehát ez azt jelenti, hogy egy őrületesen veszélyes politikai lázadás van az országban, és amennyire tudjuk, II. András azonnal megfordul a sereggel, bemegy az ország közepébe, hát az egyetlen stratégiailag logikus megoldást választja, megáll középen és nézi azt, hogy hol van esetleg lázadási gócpont, oda, hova kell oda csapni. Ezt azért is mondom el, mert ellentétben a közfelfogással, meg azzal is, amit a dráma sugal, II. András abszolút nincsen kényszerhelyzetben a merényletet követően. Ennek a királynak olyan katonai erő van a kezében, amilyennel a Kárpát-medence összes többi hatalmassága együttesen nem versenyezhet. Tehát nincs az, hogy ő azért hagy esetleg a helyén embereket, meg azért nem torolja meg a merényletet, mert nincs hozzá ereje. Ereje van hozzá, ráadásul az egész katonai ereje mozgósítva ott van mellette. Tehát a lehető legjobb pozícióban van. Ahogy említettem, a kegyes és belátó uralkodó koncepcióját azt felül kell vizsgálnunk, sőt felül kell vizsgálnunk a Hebehúrgya és a pazarló király koncepcióját is. II. András minden valószínűség szerint egy nagyon határozott és erős elképzelési uralkodó volt, és a személyes és a politikai viszony a Gertruddal az pedig azért nagyon érdekes, mert szemmel láthatólag az valami olyan viszonyrendszert hozott be a korabeli magyar politikai életbe, ami korábban nagyon nem volt divat. 13. századi okleveles anyag azt mutatja, és azért csak a 13. századival példálózom, mert a 13. századtól kezd nagyobb mennyiségű oklevél lenni a magyar középkorról. Tehát a 13. századi okleveles anyagunk azt mutatja, hogy Magyarországon a nő az nem, hogy aktív értelemben nem jogképes politikailag, de passzív értelemben sem. Ugye ez az aktív meg passzív viszony az azt jelenti, hogy aktív értelemben azért nem jogképes, mert nem nagyon bízhatnak rá feladatokat, passzív értelemben meg azért, mert gyakorlatilag igazából bizonyos szűk megszorítások mellett még tulajdonjoga is korlátozottan lehet. Legalábbis a rendelkezési joga a tulajdonnal kapcsolatban a nőnek az vitatott. A 13. század elején például nagyon úgy néz ki, hogy nő még csak házassági perekben állhat bíróság elé. Tehát annyira nem egyenrangú, hogy még csak nem is nagyon perelhető. Most ezek után 1212-ben, amikor II. András a változatosság kedvére egy halicsi hadjáraton van, akkor tudhatólag hátrahagyja Gertrud királynét olyan bírói hatalommal az ország belsejében, hogy úgynevezett státuszperekben ítélkezhet. A státuszper az az ország lakóknak a jogállapotát érintő per. Tehát ahol eldől az, hogy az illető közszabad, vagy pedig többé-kevésbé rabszolgai státuszra emlékeztető szolgastátuszú. És konkrét oklevelünk van arról, dátum nélkül sajnos, de nagyjából a körülményekből lehet tudni, hogy 1212-ben készült, amelyben Gertrud ítélkezik egy státuszperben. Most még egyszer mondom, tegyük össze a két dolgot. Tehát a nő nem jogképes Magyarországon, igazából még bíróság elé se nagyon állhat, és II. András meg meghúzza azt, hogy a feleségét hátraadja bíróként az ország nagyok fölött. Tehát ez egy olyan politikai helyzet, bocsánat a profán hasonlatért, mint hogyha mondjuk egy modern államban valaki hirtelen a fejébe venni azt, hogy egy 3 éves gyereket ültet a legfelsőbb bíróságnak az élére. De nyilvánvalóan nem azt akarom mondani, hogy Gertrud adott esetben ne lett volna alkalmas személyisége vagy intellektusa folytán a feladatra, de hogy ez nagyon komoly feszültségeket gerjesztett a korabeli politikai rendszerben, az egészen biztos. Ugye nem véletlenül írom azt, hogy II. Andrásnak a személyes viszonya is érdekes Gertruddal. Ugyanis nem csak a politikájában számít minden jel szerint nagyon nagy mértékben a feleségére, hanem amennyire ezt kívülről meg lehet ítélni, ez a korabeli politikai házasságok között egy kivételesen jónak számító harmonikus házasság volt. Tehát valószínűleg Gertrud és András tényleg szerethették egymást. Még azt is lehet többé kevésbé sejteni egyébként, hogy valószínűleg Bécsben az osztrák Steyer hercegnek az udvarában találkoztak, és ilyen szempontból jelzés érték, hogy az osztrák Steyer herceggel, 6. Lipóttal a házaspár mindkét tagjának borzasztó jó baráti kapcsolata van. Andrásnak az egyik legfőbb szövetségese az osztrák herceg, és megint egy kicsit elébe menvén a dolgoknak, a merényletnél is ott lesz majd 6. Lipót. Tehát tudjuk, hogy a merénylők őt megkergetik vagy megverik, ez nem egyértelmű, minden esetre el kell menekülni a helyszínről. De még Gertrud halálánál is ott van, ami azért nagyon érdekes, mert a király nincs ott. Tehát ez nyilvánvalóan nem egy politikai jelenlét Lipót részéről, hanem egész egyszerűen egyébként keresztes hadjáratból hazatérve Ausztriába eljön vendégeskedni, pihenni, nyaralni Magyarországra, hát aztán történik vele, ami történik. Gertrud királyné. Hát az egyik legérdekesebb személyiség a dráma szereplői közül a történeti valóságban is. Nem is tudom, nagyjából 2 éve azt hiszem, amikor a Nemzeti Színházban is éppen felújították a Bánkbán drámát, illetőleg az ebből készült Erkel operát újra műsorára tűzte az opera is, akkor engem az egyik ottani főszereplő Komlós Ildikó megkérte arra, hogy üljünk le és
beszéljük végig azt, hogy mégis Gertrud miféle egyéniség volt. Ugye Komlós Ildikó énekelte Gertrud szerepét az operában, meg énekli most is. Tehát arra volt kíváncsi egész egyszerűen, hogy milyen motivációval dolgozhat ő művészként. Ugye nekem történészként nagyon érdekes és nagyon megtisztelő élmény volt az, hogy egy ilyen nemzetközileg világszerte jegyzett művész kíváncsi a véleményünkre, és ennyire mélyről építi fel a figurát. És azért mondom el mindezt, mert arra, hogy Gertrud királynével kapcsolatban nagyon fontos a családi háttér, számomra a Komlós Ildikóval folytatott beszélgetés világított rá. Ugye történészként az ember azt adottnak veszi, hogy egy hercegnőnek van családi háttere, tudjuk, hogy hogy néz ki, de különösebben nem kell újra tanulnunk, mert nem kell megírni, meg ezt tudjuk, kész erről nem beszélünk, ez ilyen fejben lévő ismeretanyag. Ugyanakkor Gertrud politikai szerepét a magyar udvarban valóban nem lehet megérteni anélkül, hogyha nem tudjuk, hogy honnan jön ő. Ugye az Andechs-Merániak, az a família, amely Gertrudnak a családját adja, ez egy tradicionális nemes családja Bajorországnak. És azzal ellentétben, amit a dráma sugal, Gertrud nem egy semmiből érkezett figura, hanem egy olyan családnak a leszármazottja, amelyik három generáció óta dinamikusan és folyamatosan emelkedik a német birodalmi belpolitikában, és a legmagasabb szintre eljut. Tehát Gertrud, amikor megérkezik Magyarországra, akkor az ő attitűdje picit olyan, megint bocsánat a profán jelenkori párhuzamért, mint amikor egy nagy hatalom képviselője tárgyal egy közép-európai kisországnak, vagy mondjuk egy közép-európai államnak a reprezentánsaival. Picit magas lóról azért, mert ő mégiscsak a kulturált Európából érkezik. Ugye ez ugyanez az attitűd, ez megfigyelhető egyébként a középkorban, meg napjainkban is, akkor, amikor mondjuk Magyarország még keletebbi országokkal érintkezik, tehát hogy ahogy megyünk keletre, úgy egyre erősödik ez az attitűd. Értünk azon, hogy Gertrudnak nagyon erős a családi háttere. Az Andechs-Merániak a 12. század elején már Bajorország egyik legjelentősebb, leggazdagabb családja, de még csak az egyik leggazdagabb. Grófnak számítanak, ez mondjuk jó dolog, vagyonos státuszt jelent, arisztokrata státuszt jelent, de birodalmi szinten ez még azért kevés ahhoz, hogy az ember labdába rúgjon. És Gertrudnak a nagyapja az, aki tulajdonképpen nagyon ügyes birtokszerzésekkel és politikai mozgásokkal eléri azt, hogy ők Bajorországban nem az egyik legjelentősebb család lesznek, hanem a legjelentősebb család. Talán, hogyha mondom, hogy kik a riválisaik ebben a küzdelemben, azok a riválisok, akiket az Andechs-Merániak maguk mögé utasítanak, az jelzésértékű lehet a tisztelt hallgatóság számára is, mert azokat a vitézbahokat nyomják a második helyre, akik aztán magyar királyt is adnak, bajor hercegeket adnak évszázadokon keresztül, és akik jelen vannak egészen az újkorig a bajor történelemben, sőt a mai napig élnek a leszármazottaik. Tehát Gertrud nagyapja Bajorország szintjén pozícionálja a családot, a legnagyobb bajor család lesznek, és Gertrudnak az édesapja pont egyébként a nagypapa mesterkedéseinek köszönhetően, tehát az édesapa IV. Bertold megkapja a merániai hercegséget. A merániai hercegség, ez megint a magyar köztudatban kevésbé van benne, az tulajdonképpen vagyon szempontjából egy huszadlagos kérdés. Néhány falut, néhány települést jelent az Észak-Adriai tengerpart mellett. Tehát ez nem azért fontos, mert olyan hatalmas vagyont jelentene. Az Andechs-Meráni, aki fél Bajorország ekkoriban, tehát nekik ez nem a pénz miatt kell. Azért kell, mert a meráni területekhez hercegi cím tartozik, és nekik még csak grófi címük van. És ugye a hercegi cím jelenti azt, hogy az illető család, a Reichsfürstök, a birodalmi hercegek sorába emelkedik, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve császárt választanak, és ott vannak alanyi jogon az udvarban. Tehát ez egész egyszerűen egy szintlépés a családnak, IV. Bertoldnál, és ennek a IV. Bertoldnak a lánya Gertrud. Na most, hogy azért még egy picit jobban tudjuk pozícionálni azt, hogy milyen közegből érkezik Gertrud királyné, kevéssel azelőtt, hogy Gertrud magyar, hát nem magyar királyné lesz, bocsánat, feleségül megy Andráshoz, aki akkor még herceg, minden jel szerint. Ugye 1203-ból van az első adatunk arról, hogy ők már házasok, de akkor már valószínűleg néhány év házasság mögöttük lehet, mert akkor arra van adat, hogy András herceg Belviszályba keveredik Imre királlyal, az akkori magyar uralkodóval, a bátyjával, és amikor András bebörtönzi Imre, akkor hazaküldi Gertrudot. Tehát ez az első említése Gertrud királynénak. De Gertrud királyné egyik nőtestvére 1203 előtt valamivel a francia királyhoz, második Fülöphöz, vagy hogy Magyarországon ismerik, második Fülöp Ágosthoz megy feleségül. Tehát azért ez a család, az Andechs-Merániak ebben az időszakban már olyat tud, hogy egy francia király számára vonzó perspektívát jelent a rokonságukba kerülni. Tehát ennyit a családi háttérről, nagyon komoly családi háttérrel, nagyon komoly birodalmi háttérrel érkezik meg Magyarországra Gertrud királyné.
Következő kérdés, ez a Merányi udvaroncok is tápja. Hát ez szerintem egy borzasztó érdekes részlete Gertrúd királyné profilképének, ugyanis ha valami nagyon erősen benne van a közgondolkodásban, meg egyébként a történeti szakirodalomban is Gertrúdról, akkor az ez. Tehát, hogy mindenféle németek jönnek a környezetébe, és itt a létező összes pozíciókat németek töltik be, az udvarban túlteng a német szó, ahogy ugye Anonymous fogalmaz, rómaiak zabálják fel Pannonia legelőjének javait, ugye a rómaiak itt a német-római birodalomból érkező németekre vonatkozna, legalábbis Kristó Gyula értelmezésében. Most az a baj, hogyha utána nézünk a történeti forrásanyagban, akkor ennek nem, hogy nyoma nincsen, de az ellenkezőjét látjuk. Ugye korszakban még viszonylag kevés oklevelünk van, a tatárjárást megelőző időszakból sokkal kevesebb oklevél maradt ránk, mint az utána lévő periódusban, hát ez talán érthető, hiszen a tatárjárás megrostálta ezt az iratanyagot is. Tehát az 1204 és 1213 közötti évekből valamivel több mint 200 adománylevele maradt fenn András királynak. Ha megnézzük azt, hogy ebben a 200 adománylevélben hány olyan van, amikor Gertrúd környezetéhez tartozó figurának adnak bármit is, akkor egyetlen egy alkalom. És hogyha azokat az eseteket is hozzáveszem kínomban, ahol legalább német neve van annak, aki adományt kap, tehát mondjuk Adolfnak hívják, amiből még azért nem biztos, hogy ez Gertrúdnak a kegyeltje, csak legalább német neve van az illetőnek, akkor összesen 3. Tehát több mint 200 oklevélből összesen 3. Ha összehasonlítjuk azt, hogy Imre király a feleségével együtt, ugye az aragóniai Konstancia királynéval együtt érkezett előkelőknek milyen birtokadományokat tesz okleveles adattal igazolhatóan 1196 és 1204 között, akkor ott erősebb arányokat találunk. Tehát az, hogy a feleség környezetét megadományozza a király, észszerű keretek között, az nem botrány a korszakban, hanem egy diplomáciai udvariasság gyakorlatilag. Tehát Szászlónak is egy a vége, semmi nyoma nincsen annak, hogy Gertrúd a környezetéhez tartozókat erőltetni a magyar udvarban. Egyetlen egy hatalmas kivétel van róla, majd lesz részletesebben is szó. Ez a királynénak az egyik fivére, valószínűleg öccse, Bertold. Bertold tényleg egy politikai karrierista. Ő az, akiről egyébként mondják is a drámában, hogy, bocsánat, mindjárt megpróbálom eredetiben idézni. Igen, tehát őről a Peturbán mondja a drámában, hogy az üstökét se tudja még befonni, és már érsekbán Vajdas Bács-Bodrog megyékben főispán leve. Tehát ez tényleg igaz. Bertoldról majd részletesebben is lesz szó az előadásom későbbi részében. Jegyezzük meg azonban, hogy ő az a kivétel, aki tényleg minden létező politikai pozícióhoz hozzáfér az udvarban, de könyörgöm, ő nem Merani udvaronc, hanem a királynénak a fivére, ami egy másik kategória. Tehát itt nem arról van szó, hogy őt azért helyezik előtérbe, mert Merani, hanem azért, mert a királynak a sógora és nepotista módon működik egy kicsit a középkori kormányzat is. Gertrúd királyné kormányzati szerepe. Egyrészt erről már beszéltem, hogy az uralkodó helyetteseként 1212-ben minden jel szerint szóba kerül Gertrúd, de hadd hívjam fel a figyelmet még egy jellegzetességre, egy olyan adatra, ami szerintem hazugság az adott korszakban, de Gertrúd pozícióit nagyon jól mutatja. 1214-ben valamiért a magyar király elkezdi a korábban kiadott okleveleit újra kiadni. És az okleveleknek az úgynevezett korroboratív záradékában, tehát a megerősítésében rendszerint az szerepel ezekben az 1214-es oklevelekben, hogy ezt azért csináljuk, mert a királyné asszony meggyilkolásakor, ugye 1213-ban ölik meg Gertrúdot a megelőző évben, elveszett a pecsét. Na most tudjuk, hogy ez nem igaz, mert van olyan 1214-ben kelt oklevelünk, amelyet az állítólag 1213-ban elveszett pecséttel erősített meg II. András. Tehát minden jel szerint az történt, hogy 1214-ben felháborító módon egész egyszerűen a kancellária elveszítette a pecsétet, viszont ezt szégyelték bevallani, és ezért azt hazudták, hogy a korszak legnagyobb politikai cirkuszánál tűnt el ez a dolog. De ami minket érdekel ebből az egész ügyből, független attól, hogy igaz-e, hogy a királynénál volt a pecsét, vagy nem, az az, hogy 1214-ben nem érezték abszurditásnak a kancellárián azt mondani, hogy a király elment, és az akaratnyilvánítás legfontosabb eszközét hátrahagyta a feleségére. Tehát ezt egy reális alternatívának gondolták azok, akik kimódolták ezt a hazugságot. Ez megint csak azt sugallja, hogy Gertrúdnak nagyon komoly szerepe lehetett a korabeli kormányzatban. És az utolsó pont itt Gertrúdon belül, ez a királyné hatalma, vagy királynéi hatalom, ez megint nem az én bombom, hanem az előadásom elején már emlegetett, II. Andrással kapcsolatban emlegetett Zsoldos Attiláé. Ő volt az, aki rámutatott arra, hogy attól, hogy a középkorban, az Árpád-korban markánsan a magyar királynéknek intézményes hatalma nincsen, tehát nincsenek olyan feladatkörök, amelyek mindig a királynénak a hatáskörébe tartoznak, attól még királyné
hatalmáról beszélhetünk. Nincsen intézményes királynéi hatalom, de a királyné azért a férjére a személyes viszony miatt is nyilvánvalóan hatással bír. És hogyha meg kéne nevezni azt a magyar uralkodói hitvest az Árpád-korból, akinél talán a legegyértelműbb az, hogy nagyon erősen tudta befolyásolni a férjét, az a jelenlegi ismereteink szerint Gertrúd királyné. Tehát összességében egy nagyon erős akaratú nőt látunk, aki azonban semmi olyasmit nem csinál Magyarországon, ami egyébként rendszeridegen elemnek számítana, nem erőlteti a saját kegyenceit kormányzati pozíciókba, viszont a magyar előkelők számára valószínűleg nagyon zavaró módon belefolyik a politikai életbe. Ez azért lesz fontos, mert az egyik lehetséges motivum a erénylet hátterében az az, hogy a magyar előkelőknek egyszerűen elegük lett ebből az úgynevezett nőuralomból. Merániak. Ugye itt Ottót, Egbertet és Bertoldot említem, azért, mert ők azok, akik nevesítve vannak a drámában is, hát eltérő súllyal persze, hát Ottó egy főszereplő, Egbertet meg Bertoldot meg egyszer-egyszer megemlítik. Ennyi történik velük. Szó volt már a családnak a dinamikus emelkedéséről, ezt nem akarom itt ezen a helyen újra elmondani, csak visszautalnék rá, hogy ami Gertrúdra igaz, az természetesen a családnak a férfiaira is, ezek nagyon öntudatos figurák, akik a birodalmi elitben nagyon határozottan jelen vannak, sőt még a nagyonnál is jobban. És most bocsánat, ugrálok egy kicsit, harmadik pontban van a drámából ez az idézet, hogy Fülöp királynak ölettetése véget gyanúba jövén, ezt ugye Ottónak mondják. Nem feltétlenül biztos, hogy a mai olvasó számára egyértelműen dekódolható, hogy itt mit vetnek Ottónak a szemére, pedig az, ami itt történik, az túlzás nélkül mondhatom, sokkal inkább drámaíró tollára kívánkozik, mint amennyire mondjuk a Gertrúd elleni merénylet. Ugye beszéltem arról, hogy az Andechs-Merány család három generáción keresztül folyamatosan szépen építkezik és emelkedik fel a bajor provinciális nemesség, bajor arisztokrácia soraiból a birodalmi elitbe. És az egész folyamatnak a záróköve, a csúcsa, a koronája az az, amikor 1208-ban sikerül egy olyan házasságot kötnie, egyébként az Ottó nevezetű családtagnak, aki nem azonos a dráma Ottójával, mert ilyen Ottó, mint amilyen a drámában szerepel, ilyen nem volt az Andechs-merániaknál, erre majd mindjárt visszatérek. Tehát Ottó, az akkori meráni herceg 1208-ban feleségül veszi a burgundi palotagrófság örökösnőjét. Ez az európai, nem is tudom, házasodási politikának a krémje gyakorlatilag. Burgund az a tartomány, amit mindenki meg akar szerezni. Nagyon nagy népsűrűség, nagyon nagy bevételek, nagyon komoly jövedelmek, nagyon komoly politikai pozíció. És ezt a dolgot, ezt úgy sikerül egyébként elérnie az Andechs-merány családnak, hogy 1198-ban kirobban a német-római birodalomban egy belviszály, a két szemben álló ellenkirály, német király, Schwab Fülöp, illetve Braunschweigi Ottó. 1207-ig változó sikerrel, de alapvetően inkább Fülöpnek kedvező módon alakulnak a hadi események, az Andechs-merány kezdettől fogva Fülöpnek az elkötelezett támogatói. És Fülöp ezért tudhatólag nagyon hálás is. 1207-ben van az úgynevezett Wasserbergi csata, ahol Fülöpnek sikerül Braunschweigi Ottót megsemmisítően megvernie, innentől kezdve nem kérdés, hogy Fülöp a német király, és Fülöp lesz a német-római császár. És hálából Fülöp 1208-ban a saját unokahúgát, ezt a bizonyos Brandenburg, vagy bocsánat, burgundi örökös nőt feleségül adja Ottó meráni herceghez, Gertrúd bátyjához. Ezzel az Andechs-merániak a német-római császári trón várományosának gyakorlatilag a családjába kerülnének. Innen a korabeli Európában egy lépcsőfok van már csak fejlebb a német-római császári cím. Tehát nagyon magasra emelkedik a család, és azért mondtam, hogy ez egy drámaíró tollára kívánkozó dolog, mert viszont az esküvőnek az estéjén Schwab Fülöp elmegy vendégeskedni Egberthez, Merányi Egberthez, aki ez idő szerint bambergi püspök. Bambergben van egyébként ez az esküvő, Ottónak és az örökösnőnek az esküvője. Schwab Fülöp elmegy Egberthez vendégeskedni, tudhatólag ott van Egbertnek az öccse Henrik, isztriai őrgróf is, ugye ez még mindig egy meráni családtag, és hát nagyon valószínű, hogy a Wittelsbachoknak köszönhetően, minden esetre eredetileg a korszakban nem egyértelmű módon Schwab Fülöpöt meggyilkolják ezen a vendégeskedésen.
Tehát gondoljuk el ezt a helyzetet, az Andechs-Merániak ott vannak egy hajszálra attól, hogy ők a német-római császárnak a sógorságába kerülhetnek, és egy éjszakára attól, hogy ez megtörténhetne, megölik a német királyt, aki a császári trónra léphetne, és az egész folyamat úgy, ahogy van, annullálódik. Hát nem azt mondom, hogy a semmibe hullik a család, mert továbbra is Reichsfürstök lesznek, de hát el lehet képzelni, milyen légkör veszi őket körül a birodalomban azok után, hogy az egyiküknek a házában, a másiknak a jelenlétében megölték a királyt. Tehát ez egy őrületes politikai botrány, és az a Fülöp királynak ölettetése véget gyanúba jövén, ez erre vonatkozik a drámában. Csak azért nem árt tudnunk, hogy nem egészen annak mondják, mondja Biberach a drámában, akinek ezt kéne mondani, meg nem egészen akkor, amikor ezt kéne mondani. Tehát nézzük először is, hogy kik ezek, Otto, Egbert és Bertold. Fiai voltak IV. Bertold meráni hercegnek, Gertrud édesapjának, sőt van nekik egy negyedik testvérük is, fiú testvérük, ez a Henrik isztriai őrgróf, akit ma már emlegettem. Otto, akit az első helyen említek itt a felsorolásban, és aki hát legalábbis ezzel a névvel valaki szerepel a drámában, tehát a valós történeti Otto az életben nem járt Magyarországon. Ez a családfő lett Bertold, IV. Bertold halála után, ő lett a meráni herceg. Tehát ő az, aki a frontembere a családnak, nem véletlenül őt házasítanák össze, vagy házasítják is össze, megtörténik a házasság a burgundi palotagrófság örökös nőjével. Egbert egyházi pályára megy, bambergi püspök lesz. Henrik, aki itt nem szerepel, az isztriai őrgrófságot örökli az apjuktól. Ugye Bertoldnak, IV. Bertoldnak két fontos címe volt, az isztriai őrgróf, illetőleg a merániai herceg. Tehát ezt a két fiú, világi pályára lépett két fiú külön-külön örökli, és a negyedik fiú Bertold szintén egyházi pályára lép, és rámondtam azt, hogy neki itt azért komoly botrányai lesznek Magyarországon. Hát ez a 13. század első felének egyik nagy magyar botránya Bertoldnak az itteni szereplése. Valóban méltósághalmozó figuráról van szó, aki egészen a báni meg az erdélyi vajdai címig emelkedik Magyarországon, de az igazi botrányt azt jelenti körülötte, hogy II. András eléri a Szentszéknél azt, hogy a pápa jóváhagyja Bertoldnak a kinevezését kalocsai érsekké, pontosabban a megválasztását. Most Bertolddal több probléma van, csak hogy a legfontosabbakat mondjam, nem ért el még a kánonilag előírt kort, ugye 33 éve és kor alatt nem lehet senki sem püspök. A másik pedig az, hogy nem felszentelt pap. Tehát egész egyszerűen semmilyen jogosítványa nincsen meg ahhoz, hogy ő belőle kalocsai érsek legyen. És hogy ezzel a Szentszék is tisztában van, ezt azért tudjuk, mert III. Ince pápának fennmaradt egy eléggé keserű hangú level, amit II. Andráshoz intéz, és ott az egyházfő eléggé kendőzetlenül leírja, hogy elég nagy baj már az is, hogy a magyar király addig rágta neki a fülét, amíg ő jobb meggyőződése ellenére végül jóváhagyta ennek a figurának a kalocsai érseki kinevezését. De most az a helyzet, hogy Bertold elhagyta az érseki székhelyet, írja a pápa, és nem az, hogy elhagyta az érseki székhelyet, milyen volt másokkal is csúnya dolog, de már megtörtént, de elment Itáliába, és beiratkozott a Padovai Egyetemre. És azt írja a pápa, hogy ha már valaki ostoba, akkor legalább ne verje nagy dobra. Tehát ne jöjjön ide a Szentszéktől néhány száz kilométer, és ne kezdjen el egyetemre járni, mert ezzel lejáratja a Szentszéket is, amely Szentszék jóváhagyta a kinevezését. Tehát Bertold valóban egy botrányos figurája a korszaknak, nagy politikai karrierista, merénylet után ráadásul lehet tudni, hogy ahogy a drámában is szerepel, Ottóval kapcsolatban csak ezt Bertold csinálta, eltulajdonítja a királyné által egy polgárnál letétbe helyezett pénzösszeget. Aztán 1218-ban végül úgy távozik Magyarországról, hogy kap egész egyszerűen egy jobb ajánlatot. Kalocsáról azért megy el, mert az akvileiai pátriárkátusnak az élére megválasztják őt. És egyébként ott 1251-ig tevékenykedik. Egy eléggé pozitív dolog vele kapcsolatban nem szokott előtérbe kerülni. Ő azon kevés nyugati, hát uralkodónak talán túlzás mondani az akvileiai patriarkátusnak a vezetőjét, bár független államot alkot csak mondjuk akkorát, mint Budapest. Tehát ennek a pici államnak, egyházi államnak a vezetőjeként ő fegyveresen felveszi a harcot a mongolokkal. Ezt az elég kevés európai uralkodó mondhatja el magáról. Tehát minden negatívuma mellett azért talán ezt a pozitívumot is illik megemlíteni akkor Bertoldról. Most kik azok, akik jelen vannak ebből a sokasságból, a meráni sokasságból a magyar udvarban? Hát Otto soha az életben. Egbert, illetőleg Henrik valóban jelen van Magyarországon, de csak 1208-1209 fordulóján. Ugyanis amikor megölik Schwab Fülöpöt, ezek ide menekülnek Magyarországra ketten, aztán mennek tovább a pápai udvarba tisztázni magukat, ami egyébként sikerül is III. Incénél, de rövid időt töltenek Magyarországon ebben a szűk periódusban. Bertoldról ugye tudjuk, hogy nemhogy a magyar udvarban jelen van, de azt is tudjuk, hogy ott van, amikor megtörténik a merénylet.
vissza fogok majd erre térni, amikor a merénylet motivációit boncolgatjuk, de egy eléggé beszédes dolog, hogy ugye, ha valaki megszeplősíthette Bánknak, vagy bárki másnak a feleségét a Magyar udvarban, akkor utána egyetlen fivére volt ott jelen Gertrúdnak, az csak is Bertold lehetett. De most ehhez képest, amikor a merénylet megtörténik, ezt tudjuk elbeszélő forrásokból, az történik, hogy a Bertoldot felpofozzák, és azt mondják neki, hogy menjél innen. Tehát, hogyha mondjuk valóban ő lett volna a bűnbak ebben az egész történetben, akkor valószínűleg valami keményebb retorzióban részesül, ha már a nővérét például nem egyszerűen megölik, hanem darabokba vágják a merénylők, vagy vágja a merénylő. Tehát Szászónak is egy a vége, ezen meráni családtagok közül egyes-egyedül Bertold van a merénylet idején ott az udvarban, Magyar udvarban, ő viszont nem csak az udvarban, a merényletnél is jelen van. Bánk Magyarország nagy ura. Hát természetesen a dráma másik főszereplőjéről részletesebben is kell szólni, ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy ezzel a bánképpel, amit a dráma közvetít, alapvető problémák vannak. Most nem csak arról van szó, hogy valószínűleg a feleségével semmi nem történt a Magyar udvarban, vagy ha igen, akkor arra nincsen forrásunk. Arról is szó van, sajnos, hogy ez a bánk, ez valószínűleg olyan ártatlan volt az egész történetben, mint a ma született bárány, és erre majd mindjárt vissza fogok térni, és ráadásul az összes létező életrajzi adatát is rosszul rekonstruálta sajnos Katona. Azt az egyetlen egy dolgot leszámít, hogy a Bor nemzetségből van. Ezt a Bor nemzetséget ma már nem így hívjuk, hanem Bár nemzetségnek, vagy Bár Kalán nemzetségnek, de ez minden esetre egy történetileg stimmelő adat. Az már nem, hogy bánk Bárnembeli Konrádnak a fia lett volna, és az pedig még kevésbé, hogy bármi köze lett volna az, ahhoz a Tóta úrasszonyhoz, akiről Melindának a képét mintázta Katona, de Melindáról mindjárt a következő dián. Nagyon röviden, hogy miért mondom azt, ugyanis ez valóban az én rögeszmém volt eredetileg még a 2010-es évek elején, hogy Bánknak semmi köze nem lehetett a merénylethez. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, kiírtam azokat az adatokat, amelyek Bánknak a pályaképére vonatkoznak. És természetesen senkit nem akarnék azzal kínozni, hogy most itt az újvári ispánságait, meg nem tudom, én azt fejtegetem, hogy mikor volt szlavóniai bán a nagyúr. Két dologra azonban szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogyha megnézzük a második pontban az első újvári ispánságnak az első időpontját, akkor eléggé jól látszik, meg az alai ispánságból is egyébként, hogy Bánk azért nem második András idején kezdte a politikai karrierjét, hanem az 1204-ig uralkodó Imre királynak az udvarában. Tehát Bánk a hagyományos magyar arisztokráciának a képviselője. Azt lehet tudni, hogy a második andrási politikát, a Bánkhoz hasonló magyar előkelőket zavarta. Nem azért, mert a németeket utálták, vagy mert Gertruddal volt bajuk, hanem azért, mert a régi arisztokrácia azt látta, hogy amit az ő őseik több generáció alatt, évtizedek, évszázadok alatt összegyűjtöttek meg összeszedtek, azt a második András korában az új gazdaságpolitikának köszönhető új elit, az 5 év alatt behozza. És ezt a régi elit azért nem nagyon szokta szeretni semmilyen politikai rendszerben. Tehát Bánk a régi elitnek a reprezentánsa. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet harmadik pontban, királynéi udvarispán volt. Tehát a királynénak, Gertrúd királynénak az udvarát vezette. Ez fontos adat, de vigyázat, mégse annyira fontos, mint amennyire első ránézésre tűnik. Ugyanis a királynéi udvar az egy virtuális valami az Árpád-kori Magyarországon, nincsen fizikailag elkülönülő királynéi udvar a királyétól. És az is, hogy a királynéi udvarnak kik a méltóságviselői, attól függ, hogy a király kit küld oda. Tehát a király környezetéből érkezik a királynéi udvarispán például, nem a királynéjéből. Egyébként a királynéi udvarispán az a királynéi udvarnak a reprezentatív vezetője. És én ugyan azt mondtam, hogy csak két dologra szeretném felhívni a figyelmet, de azért volna itt egy harmadik nagyon fontos dolog, ami miatt én alapvetően azt mondom, hogy Bánknak köze nem lehetett az egész történethez, tehát Gertrúd meggyilkolásához. Tessék megnézni azt, hogy hol érnek véget a karrierképek. Tehát, hogyha 1213-ban Bánkbán megöli a királynak a feleségét, akkor az biztos, hogy II. András után 1217-ben nem csinál belőle szlavóniai bánt, az mondjuk egy ilyen Dunántúl méretű terület fölötti kvázi helytartóságot jelent, és nem állítja királyi udvarispánként 1222-ben a saját udvarának az élére. Itt még egyszer visszautalnék arra, hogy amikor a merénylet megtörténik, akkor pontosan az a helyzet, hogy II. András mellett ott van a mozgósított magyar hadsereg. Tehát nincs olyan, hogy valaki meg tud vele szemben állni, hogyha gyanúba kerül. És még egy dologra szeretnék utalni, előre utalni egy kicsit. A merénylet kapcsán azt tudjuk viszont, hogy gyanúba került Bánknak a sógora, bizonyos Simon. Na most nehéz azt elképzelni, hogy ezek után ne nézzék meg azt, hogy Bánknak van-e köze a merénylethez. Tehát én azt is megmerném kockáztatni, hogy Bánk nemhogy ártatlan volt, de az egész társaságból ő az egyetlen, akinél megnézték, hogy bűnöse és ártatlannak bizonyult.
Tehát Bánkot rögtön vegyük ki a merénylet históriájából, ő valószínűleg senkit nem ölt meg, és senkit nem bántott. Melinda, Mihály és Simon. Nagyon röviden szeretnék róluk csak beszélni. Melindát tudhatólag katona egy létező történeti szeméről mintázt, erről a Tota nevezetű úrasszonyról, aki Aragóniából érkezett, méghozzá Imre király feleségének a kíséretében, aragóniai Konstanciának a kíséretében. Azt is tudjuk, hogy ennek a Tota úrasszonynak a férjét azt úgy hívták, hogy Korlát fia Benedek. És itt kezdődik az érdekessége a történetnek, mert menjünk vissza egy diával. Ugye a drámában az szerepel, hogy Bánk az bizonyos Bárnembéli Korlátnak, Konrádnak lett volna a fia. Azt tudjuk, hogy ilyen Konrád nem volt, ez a Konrád név alak, ez félreértés katona részéről, ez a Bárnembéli, valójában nem Bárnembéli, de mindesetre a Korlátnak lenne a félreértése, a Korlát személynévnek. Tehát azért hitte azt katona, hogy erről a Tota úrasszonyról megmintázhatja Melindának a személyét, mert ő azt hitte, hogy a Konrád fia Benedek az azonosítható a Bárnembeli Bánkkal. Ugye a Benedek, a Bánk meg a Bánkó az olyan hasonló nevek, ugye Benediktus meg Bánkó, ez azért latinul nincsen annyira távol egymástól, mint magyarul, és hogy akkor a Konrád az pedig a Korlát lenne. Na most nem. Két teljesen külön történeti szeméről van szó, Benedek és Bánk. Van olyan oklevél, amiben mind a kettőt említik, tehát Benedeket is, meg Bánkot is, ez elég ékesen mutatja, hogy nem lehet ugyanaz az ember. De egyébként ezt ne nagyon sajnáljuk, mert Korlát fia Benedeknek az emlékezete mára elenyészett, és talán mindenkinek jobb is így, ugyanis a magyar halicsi külpolitikának ő volt annak idején az erős embere, és hogy mennyire hagyott Halicsban kedvező nyomokat maga után, azt arra talán elég annyit mondanom, hogy a Dracula történetnek a közvetlen előképe az azok a népmondák, amik a Korlát fia Benedekkel kapcsolatban Halicsban kialakultak. Tehát ez egy szörnyeteg volt, effektíve a halicsi anyák, lehet tudni, évszázadokig azzal riogatták a rosszalkodó gyerekeket, hogy éjjel majd jön a Benedek és elviszi őket. Mi ez a szerette jó hazája bolyót Mihály és Simon esetében a drámában? Ugye, még egyszer mondom, katona úgy tudta, hogy a Melinda és családja valójában Aragóniából érkezett. De az a baj, hogy ez a bolyót ez nem Aragóniában van, hanem Esztergomtól nem messze, ez Bajót. Tehát egy magyar falu. Ez egy félreértés a korszakban, akkor még nem tudták, hogy a nagymartoniaknak, ugye Mihály és Simon valójában a nagymartoni család tagjai voltak, és valóban aragóniai származásúak. A bajóti neve az nem arra vonatkozik, hogy melyik országból jöttek, hanem hogy melyik a törzsbirtokuk Magyarországon. És végül a nagymartoniak, hát ezek úgy kerülnek a képbe, hogy Mihály és Simon, ezek legalábbis akikről mintázta az ő alakjukat katona, ezek az aragóniai eredetű nagymartoni családhoz tartoztak, és itt az illusztráció az Nagymartoni Pálnak, a 14. századi országbírónak a pecsétje. A nagymartoniaknak volt ez a sasos címer, és Kézai krónikájában le is írják egyébként, hogy nekik csak azért szabad ilyen sasosat viselni, mert hogy ezt nekik az aragóniai király annak idején megengedte. De szögezzük le, a nagymartoniaknak a földhátán semmi köze nem volt se Bánkbánhoz, sem pedig a merénylethez. Az a Simon, aki valóban vagy részt lett a merényletben, vagy nem, és nem Bánknak a veje, mert szerencsére a négy lehetséges résztvevő közül kettőt Simonnak hívnak, és könnyű őket innentől kezdve összekeverni. Tehát ez a Mihály meg a Simon, ezek valójában Kacsics nembeli Mihály és Simon voltak, és a birtokaik nem Bajótban voltak, hanem Nógrád megyében. Szászónak is egy a vége. Melinda kitaláltalak, Bánknak a feleségét nem ismerjük, Mihály meg Simon meg gyakorlatilag létező személyek voltak, csak Kacsics nembeliek, és innentől kezdve minden, amit mondanak, hiszen minden megszólalásukhoz kötődik a drámában, hogy ők aragóniaiak, és főleg Mihály ugye folyton sír Aragónia után, hát ez innentől kezdve illúzió, mert még egyszer mondom, ez semmilyen ibériai kapcsolattal nem rendelkező társaságról van szó. Peturbán. Megint nem akarom azzal fárasztani a tisztelt hallgatóságot, hogy itt ismertetem Peturnak az egész életrajzát. Viszont látjuk itt is egy régi Imre korában, sőt lehet, hogy harmadik Béla korában szocializálódott arisztokratáról van szó. Az a lehet, hogy harmadik Béla korában az arra vonatkozik, hogy az 1193-as adat, az persze harmadik Béla kori, meg az 1195-ös adat harmadik Béla kori, csak az a gond, hogy éppen ezek közül az első az egy hamis oklevélben szerepel. Tehát valószínűleg harmadik Béla korában Petur, vagy Péter, ahogy a források nevezik, már az elitnek a tagja, és innentől kezdve egy politikai túlélő művész lehet, mert Imrének is ott van az udvarában, meg második Andrásnak is. Ami nagyon érdekes, hogy ő is volt királynéi udvarispán 1210-ig, és ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy zavaróan gyakran bukkan fel Gertrudnak a környezetében teljesen indokolatlanul 1210 és 13 között.
A zavaróan gyakori, az, és ez egy cinikus megjegyzés lesz részemről, az az, hogy van egy darab forrásunk, amelyik azt említi, hogy Gertrúd környezetében van a Peturbán. Ez a korszakban nagyon soknak számít, mert általában ilyen mozgásokat semmilyen forrás nem világít meg. Amikor van az a bizonyos eset, hogy 1212-ben Gertrúd királyné egy státuszperben ítélkezik, akkor megemlítenek mellette két további személyt, aki ott van, sőt megemlítenek másokat is, de minket most kettő érdekel. Bírótársként ott van a Bertold, aki kalocsai érsek, miért ne lehetne ott, ezt értjük, meg különben is a királynének a fivére. De ott van mellette 1212-ben Péter Csanádi Ispán is, aki Péter Csanádi Ispán, ez a bizonyos Peturbánnak az előképe. Most a Péter Csanádi Ispánnál nem értjük, hogy mit keres a királyné szoknyája mellett, mert Csanádi Ispánként neki Csanád vármegyében kéne lennie. Egyébként meg háború van, és ilyenkor az udvari elit általában nagy részt megy a királlyal. Tehát két helyen is számíthatnánk Petúrnak vagy Péternek a felbukkanására 1212-ben, Csanádban meg Halicsban, és ő történetesen mindennek ellenére ott van Gertrúd mellett. Hát nem igazán tudjuk megmagyarázni, hogy ennek mi az oka. Nem merném határozottan állítani, de a magam részéről ki sem merném zárni azt, hogy Petúr meg Gertrúd között valóban volt valamilyen személyes kapcsolat. Szándékosan nem mondok liaisont. Lényeg az, hogy ezek szemmel láthatólag, mielőtt megtörtént a merénylet, nagyon jóban voltak egymással. És a történeti Peturbán annyiban különbözik a drámában szereplő Peturbántól, hogy a gyilkosok közül egyetlen egy személyt ismerünk név szerint, sőt lehet, hogy egyetlen gyilkosa volt Gertrúdnak ténylegesen, és az ez a töre fia Péter. Erről ugyanis két teljesen egymástól független forrás is állítja ezt a dolgot. Az egyik egy IV. Béla korban kelt oklevél, ahol IV. Béla 1240-ben azt mondja, hogy ő a Péter Vására nevű helyet eladományozza a ciszterci szerzetesennek, és ne is hívják ezt a helyet többet Péter Vásárának, mert ezt arról a Péterről nevezték el, aki gyalázatos hűtlenségbe esvén az ő édesanyját megölte. Tehát ez az egyik adatunk, amikor tudjuk, hogy Péternek hívták a gyilkost. A másik meg van egy elbeszélő forrásunk, a Salzburgi székeskáptalannak az évkönyve, amiben szintén szerepel 1216 körül, hogy a királyné gyilkosa Péter volt. Na most az eléggé valószínűtlen, hogy IV. Béla okleveleit az Salzburgi évkönyv alapján állították ki. Tehát ez azt jelenti, hogy két egymástól független tanunk van arra, hogy hívták a gyilkost. És egyébként Peturbán minden jel szerint nem valamiféle elégedetlen magyar előkelő, hanem az ördög tudja miért, de valószínűleg irracionális okokból megölte a királynét. Ennyit a szereplőkről. A második két egységet sokkal rövidebben fogom összefoglalni, ezt a kedélyek megnyugtatására mondom, tehát nem akarok végül másfél óra időkeresztmetszetben beszélni. Nagyon röviden szeretném viszont bemutatni azt, hogy milyen középkori elbeszélő forrásaink vannak a merénylet történetére. Ezeket az elbeszélő forrásokat, hogy a felvezetőben említettem, nekem viszonylag sokat kellett korábban forgatnom, és ennek nyomán arra az eredményre jutottam, hogy valójában csak látszólagosan van nekünk több mint 300 elbeszélő forrásunk a Gertrúd királyné elleni merényletről. Egyrészt azért, mert a 300-ban van jó néhány olyan, nagyjából 100-nyi, amelyik arra szorítkozik, hogy leírják, hogy a királynét megölték. Kész. Hát ezekből sok újdonságot nem tudunk meg, mert ezt más forrásokból is tudjuk. Ráadásul az ilyen nagyon rövid egymondatos szövegrészleteknek a kapcsolatait, tehát azt, hogy honnan vették át az információt, meg hová adták át, nagyon nehéz vizsgálni, mert hát egy mondaton mit? Tehát amikor valami öt szó, akkor nem tudok szövegpárhuzamot, stiláris, meg egyéb külön közösségeket megállapítani. A maradék nagyjából 200 forrásból viszont az derült ki, hogy mintegy 5 vagy más számítás szerint 6 csoportba sorolhatók ezek a források. Ez azt jelenti, hogy van 5 nagy narratívumunk, 5 nagy változata a történetnek, hogy itt tulajdonképpen mi történt, és van a 6. csoport, ami olyan, mint egy rongyoszsák. Tehát oda minden olyasmi kerül, amikor valaki teljesen félreérti az egész históriát, hall valamit róla, vagy szándékosan meghamisítja, és egészen borzadályos történetek kerekednek ki ilyenkor az egész Gertrúd elleni merényletből. Az én kedvencem az egy 15. századi forrás, egy Johannes Rothe nevezetű türingiai történetírót megkért az akkori türingiai tartománygrófi házaspár, hogy a kislányuknak, egy ilyen 4-6 éves kislánynak készítsen egy történelemkönyvet gyakorlatilag mesekönyvként. Hát azt tisztelt közönség sejtheti, hogy a Gertrúd merénylet mennyire alkalmas arra, hogy mesekönyvben meséljék.
Tehát az, hogy mondjuk egy királynét miszlik be vagdal az egyik udvaronca, és akkor ebből a történetből lett egy ilyen kicsit Grimm mesére emlékeztető história Johannes Rothénak a tollán, ami arról szól, hogy van egy gonosz magyar előkelő, aki mindenáron azt szeretné, hogy az ő lányából legyen király Magyarországon, és ezért elkezd mesterkedni a királynéval szemben, de aztán a király hazajön, rendet csinál, és mindenki elnyeri a méltó büntetését. Tehát van ilyen tudósítás is a Gertrud elleni merényletről. Ha most nem lennének benne a nevek, akkor erről nem nagyon derül neki, hogy miről van szó, azt hiszem. Tehát ezt nem tudnánk azonosítani a szüzsé alapján. Tehát 4 vagy 5 csoportot szeretnék az alábbiakban bemutatni, és azért mondom megint így, hogy 4 vagy 5 csoportot, mert látni fogják a végén, hogy a 4. és a tulajdonképpeni 5. csoport az egymásra reagál. Tehát ezeket nem nagyon tudjuk egymástól élesen külön választani. Vagy külön választani, igen, csak interakcióban vannak. Az első csoport az a legkorábban kialakuló forrásoknak köre, a legkorábban kialakuló narratívum a magyar, a Gertrud elleni merényletről, és ez ide tartozó tudósításoknak a közös motivuma az, hogy a magyarok azért ölték meg Gertrud királynét, mert utálják a németeket. Bocsánat. Az első ilyen forrás, amiben ez szerepel, az a Götveigi évkönyv. Ez egy stájerországi bencés monostornak az évkönyve, és 1215 előtt ebben már bekerül az információ. A középkor információs viszonyai között ez azt jelenti, hogy majdnem egykorú a lejegyzés a merénylettel. Itt is szépen mesélik egymásnak a források ezt a történetet, hogy a magyarok megölték a Gertrudot, mert utálják a németeket, és hadd olvassak fel erről egy szövegtanút, hogy hová torzul ez az egész história, mert azért itt is egészen megdöbbentő átalakulások fognak történni. Ráadásul ez egy 13. századi lejegyzése a Gertrud elleni merényletnek, és még egyszer mondom, visszavezethető egy alapvetően hiteles információra, a Götveigi évkönyvre. A Götveigi évkönyvben, bocsánat, mondom először azt, ott az van, hogy Magyarország jelesei fegyveres és erőszaktévő kezeiket egyesítvén a németek iránti gyűlöletükért megölik a királynét. Tehát ez egy viszonylag hitelesnek tudósítás egy szubjektív elemmel. Ebből a kölni király krónikában a következő lesz. A magyarok királya, miután valami erősséget az övéi révén ostrommal bevenni nem volt képes, felesége tanácsára, aki a németek népéből származott, azokból a németekből állított sereget, akik a földjén idéztek, és a már mondott erősséget komoly hadi veszedelem nélkül rövidesen leigázta. Amiért is egyfelől igen sok ajándékkal, másfelől igen sok tisztséggel gazdagította a németeket. A magyarok pedig irigykedvén és pirulván, hogy őket mint egy hitványabbnak tartják és lenézik, megölni készültek a királyt, ami nem maradt rejtve a királyné előtt. Tehát eleve nem a Gertrudot akarják megölni, hanem Andrást. Késő éjszakai órán, miután mindenkit mélyen elnyomott az álom, a király, akit a királyné figyelmeztetett, kevés emberrel elmenekült, a felesége viszont az övéivel a táborban maradt, úgy ítélte ugyanis meg, hogy őt, vagyis női nemét, az ellenség jobban kímélni fogja, mint a királyt. Még nem is jutott túlságosan messzire a király, amikor íme a magyarok fegyveres kézzel megvadult elmével a király táborára rontottak, a királyt halálra keresik, majd megbizonyosodván arról, hogy távozott, vadállati módon a királynéra rontanak, kegyetlenül megsebesítik, leterítik, kezeit, amelyeket könyörögvén előre nyújtott, levágják, és ekképp minden vadállatnál kegyetlenebbül lándzsákkal és karókkal mindenfelől átdöfvén nyomorúságosan meggyilkolták. Tehát megint csak semmi nem emlékeztet arra, ami tulajdonképpen történt, annyi biztos, hogy a királynét megölték, és egyébként meg amit bele lehet írni előítélet, meg nem tudom én, szubjektivitás szintjén egy középkori elbeszélő forrás, az itt megvan. Tehát, hogy a magyar király egy gyáva alak, mert a feleségét hátrahagyva elmenekül, a derék német asszony ugye arra számít, hogy egy nőt mégse fognak bántani, ehhez képest mit csinálnak vele a magyarok. Tehát amit itt el lehet mondani, csúnyaságot a korabeli magyar-német kontaktológia látóköréből, az itt gyakorlatilag előkerül. Ez természetesen egy teljesen megbízhatatlan tudósítás. Nem azért, mert elfogult, hanem azért, mert pontatlan. Második csoport. Közös motivum az lesz, hogy a gyilkos Péter ispán volt, és vannak olyan források itt a második csoportban, amelyek azt is tudják, méghozzá jól tudják, hogy András nem tartózkodott az udvarban a merénylet idején, tehát hogy ő távol volt. Az első szövegtanúja ennek a bizonyos csoportnak, ez a Salzburgi székeskáptalani évkönyvnek az úgynevezett A variánsa, de ebben ne is menjünk itt most be, hogy miféle variánsai vannak és miért hívjuk így, ez 1216 körül keletkezett legkésőbb. Felolvasom itt is a forrásrészletet. A magyarok királynéját, miközben hitvese hadjáratot vezetett az oroszok ellen, bizonyos Péter ispán levágta, de a következő éjszakán bűnének bosszújául másokkal együtt magát Pétert is lenyakaszták. Na most itt a
Egymás utániság stimmel, de az időbeli spácium az nem, tehát azért nem a következő éjszakán ölték meg valószínűleg rögtön a Pétert, de egyébként minden információ helytálló. Annyi aprósággal kiegészítve, hogy a Pétert egyes források szerint nem lenyakaszták, hanem karóba húzták, de ez már tényleg részletkérdés. Tehát az, hogy mikor történt, mi történt, hol volt a király, az összes tényszerű adat ebből a tudósításból visszaellenőrizhetően igaz. A harmadik csoportja a merénylettel foglalkozó középkori kútfőknek az olyas valami, amire kapcsolatban én igazából sosem értettem, hogy ezt katona miért nem dolgozta bele a drámába, de lehet, hogy ettől már túlságosan sűrű lett volna a dráma. Ugyanis a Bánkbán mellett a másik olyan dolog, amit szinte mindenki tud a Gertrúd elleni merényletre, az a kétértelmű levélnek a históriája, amely szerint ugye királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha minnyáján beleegyeztek, én nem ellenzem. Hát ez egy középkori forrásokban adatolható história, és rögtön itt is lelövöm a poént, teljesen hiteltelen. Tehát biztos, hogy nem volt ilyen levél. És ezt majd bizonyítani is igyekszem, hogy miért nem volt. Felolvasnám az egyik legszebb változatát a kétértelmű levelet tartalmazó középkori forrásszövegeknek. Ez nem az első lesz, nem a legkorábbi, egy viszonylag késői, 1241 körül, 41-nél korábban keletkezett tudósítás, egy Troisfontaini Alberic nevezetű ciszterci szerzetestől. Magyarország királynéját Gertrúdot, András király feleségét az előkelők és a bárók összeesküvése meggyilkolja. Három fiú és két leány marad utána. Ennek a királynénak a haláláról pedig közismert János esztergomi érsek kétértelmű levele, amelynek kettős szerkezete van, olyképpen, hogy az egyik révén úgy tűnik, hogy az érsek beleegyezik a királyné megöletésébe, a másik révén pedig, hogy szót emel ellene. Ez utóbbi révén menekült meg, úgy mondják, a pápa ítéletétől, tudnék az érsek. Levelének tartalmát a következőképp adják elő, királynét megölni nem kell félnetek, helyes, ha mindenki beleegyezne, én nem ellenzem. Ugye itt latinul is felírtam ezt a szövegrészletet a vetítményre, és beletettem ilyen perjeleket, hogy hova kell központozni, hogyha az egyik, illetőleg másik variációt akarjuk kihozni belőle. Ugye, hogyha azt akarom, hogy tiltás legyen, akkor reginem interficere nolite, ne üljétek meg a királynét, timere bonum est, bocsánat, timere bonum est, félni jó, si omnes consentiunt, ha mindenki egyetért, ego non, én nem, contradico, ellentmondok. Az ellenkező interpunkcióval reginem interficere nolite timere, a királynét megölni ne féljetek, bonum est, jó. Si omnes consentiunt, ha mindenki egyetért, ego non contradico, én sem mondok ellent. Miért mondom azt, hogy biztos, hogy ilyen levél nem létezhetett? Hát mondok egy praktikus okot, ami miatt igen valószínűtlen, de ami önmagában még nem zárná ki a levél históriáját. Ugye egy olyan társadalomról beszélünk, ahol gyakorlatilag csak a papok tudnak írni. Az előkelők se tudják leírni még a nevüket se. Most én azt nem mondom, hogy matematikai bizonyossággal ki tudom zárni azt, hogy János esztergomi érseknek részle lett volna bármilyen összeesküvésben, de úgy mégis mi indíthatta volna azt arra az esztergomi érseket, hogy A. Írásban nyilatkozzék arról, hogy részt akar venni a királyné meggyilkolásában. Ezt azért manapság sem életbiztosítás megcsinálni, pedig mondjuk valamivel gyakrabban írunk, mint a középkor embere. B. Miért küldött volna írást egy olyan előkelőnek, aki nem tudja elolvasni? C. Ha már megcsinálta az elmúlt két dolgot, akkor miért tartotta meg a levelet? Tudnélik, a középkori verziója szerint a történetnek nem a bánknál találják meg ezt a levelet, vagy az összeesküvőknél, hanem az érseknél. Vagy legalábbis azt gyanítjuk, hogy az érsektől kerülhetett elő. Erre szintén Zsoldos Attila tett annak idején utalást, mégpedig azért, mert a bánknak az eltűnése a forrásokból 1222-ben az majdnem egybeesik a János esztergomi érseknek a halálával. Tehát a Zsoldos annak idején arra következtetett, de ma már nem tartja ezt az álláspontját, hogy esetleg az történhetett, hogy meghal a János esztergomi érsek, és az ő levéltárából előkerült ennek a kétértelmű levélnek a fogalmazványa. Na de miért tette volna félre az esztergomi érsek, és miért őrizgette volna 10 éven keresztül ezt a ránézve dehonestáló terhelő bizonyítékot? Na de ami miatt matematikailag biztos, hogy itt semmilyenről nem lehet szó, az, hogy megvan az első említése ennek a kétértelmű üzenetnek, és az első változatában a történetnek nem kétértelmű üzenetről van szó, hanem arról, hogy második András talál egy egyértelmű írásos bizonyítékot arra, hogy az esztergomi érsek benne volt a merényletben. Ezt elküldi a pápának, a pápa meg végig gondolja, hogy azért mégiscsak egy ilyen bunkó politikussal szemben segíteni kell a saját kollégáját, az esztergomi érseket, és a történet arról szól, egy anekdota a középkorban, hogy a művelt jogász pápa harmadik Ince hülyét csinál a buta magyar királyból.
És ez az egész történet nem történeti forrásban maradt egyébként fenn, hanem egy szónoklattani tankönyvben. Tehát olyasmi, mintha Móriczka viccekből akarnánk rekonstruálni a Kádár korszaknak a történetét. De felolvasom azért, hogy hogy néz ki Szinyai Bonkompánon, bocsánat, itt elírtam, nem Bonkompányi, hanem Bonkompágnó a neve az emberünknek, a Rétorika Novissima című szónoklattani tankönyvben. Miképpen hozott létre harmadik Ince pápa kétértelműséget a pontozás megváltoztatásával? Tehát, hogy lehet felhasználni a kétértelműséget szónoki eszközként? Bevádolták Ince pápa előtt az esztergomi érseket a királyné halálával kapcsolatban, egy levél miatt, amelyet a gyilkosokhoz intézett, és amelynek a tartalma ez volt. A királynét megölni helyes félni nem kell, és ha mindenki beleegyeznék, én nem tiltakozom. A levél állítása világos volt és elégséges bizonyítéknak tűnt. De a pápa, aki erősen pártját fogta az érseknek, eképpen kezdte megváltoztatni a szüneteket. A királynét megölni helyes félnetek. És a félnetek után pontot tett. Ennél a kifejezésnél is nem kell, mondathatárt hozott létre egy ponttal. És ha mindenki beleegyeznék, ide vesződtett, aztán azt mondta, én nem. És lezárta a mondatot. Végül ennél a szónál ellenzem, végső mondathatárt hozott létre egy ponttal. Eképpen pedig nem mint bíró, hanem mint barát, felmentette az említett érseket Magyarország királyának a vádja alól. Most a középkorból, ugye egyetlen rétegből maradtak ránk ilyen viccszerű, krokiszerű anekdoták, ez az egyházi középréteg. Ez a korszak értelmisége gyakorlatilag. Ők jól tudnak latinul, és tudnak írni. Tehát egy-két ilyen történet beszivárgott a történeti elbeszélő irodalomba. És az összes ilyen anekdotának a közös eleme az az, hogy a politikus az a szamár, az, ami a modern viccekben a rendőr, és a pozitív hős, aki jól megmondja meg, akinek jól igaza lesz, az mindig egy pap lehetőleg. Tehát ebben a történetben is az történik, ami sablonosan történni szokott az összes ilyen egyházi anekdotában, és hogy ez mennyire sablonos történet, az még egy szempontot hadd mondjak. Beckett Tamásnak a meggyilkolásával kapcsolatban egy szakasztott ugyanilyen történet megvan az angol krónikákban. Ott is van egy kétértelmű levél, amit ott egy másik püspök küld, és akkor azt is úgy össze-vissza lehet központozni, majdnem szó szerint ugyanaz, ami itt megmaradt a Szinyai Bonkompágnónál is. További csoportok, először is a négy peral csoport. Hát ez a legizgalmasabb a mi számunkra, mert ez majdnem pontosan úgy meséli el a merénylet történetét, hogy az a Bánkbán című drámában is szerepel. Itt ugyanis tényleg arról van szó, hogy egy magyar előkelőnek, akit vagy nevesítenek, vagy nem, a feleségén gyalázatot tesz Bertold, szó nincsen Ottóról, Bertold, és aztán ebből az egész gyalázatból a felindult férj bosszújának köszönhetően a királyné halála következik. Méghozzá olyképpen is itt az eltérés a Bánkbán féle drámához képest, hogy a király a történetnek ebben a királyné a történetnek ebben a változatában teljesen egyértelműen tudatosan közreműködik kerítőként a házasságtörésben. Az első szövegtanúja ennek a történetnek az osztrák ritmusos krónika, ami önmagában is egy rettenetesen érdekes forrás. Ez Klosterneuburgban keletkezik, de valószínűleg magyar volt az, aki csinált, és a tatárjárás környékén menekülhetett talán Klosterneuburgba. És valószínűleg az illető korábban a Kalocsai Egyházmegyéhez tartozó pap lehetett, ugyanis tele van a krónikája magyar adatokkal, és borzalcó érzelmesen viszonyul mindenhez, ami Kalocsa környékén történik. Amikor meghal a smaragd kalocsai érsek a krónikában, akkor egy ilyen féloldalas lamentálás van utána, az osztrák hercegeket nem siratja el így ez a krónika, mint a kalocsai érseket. Tehát szemmel láthatólag itt valami személyes kötődés van. Most én nem versben fordítottam le azt, amit most szeretnék felolvasni az osztrák ritmusos krónikából, és egyébként meg talán jobb is, hogyha ezt az ember nem versben olvassa, mert valami képtelenül gyenge költemény. Mondjuk én is nyilván rosszul fordítanám le, de az eredeti is botrányos versnek. Az ország sikerei kínozzák a ma irigy vén keletet, ez Lucifernek az alternatív megnevezése, hogy nyugalom van, fájlalja. A kalocsai főpap nekihevül, és azt fogalmazza a királynénak, tegyenek erőszakot Bánk a nemes férfiú hitvesén. Szomorkodik, és majd belehal az aggodalomba a királyné, mit tegyen, házasságot törni borzad. Ráveszik a nőt, ezt nem derül ki, hogy melyik nőt, tehát muliérem, kész. Ráveszik a nőt, ső asszonyilag gyógyítja a fivért, amiből aztán sokakra pusztulás köszönt. Bánk a párt híveinek panaszkodik, dühöng, azok is zúgolódnak, összeesküvést szőnek. Mezei sátorban a királynét lenyakazzák, és a pilisi monostorban temetik el. Aztán szárba szökik a bosszú, a család megsemmisül. Jaj, sírnak az ártatlanok. Bélát megkoronázzák, miután atya színlel és Béla anyjának halálán nem indul meg, Béla cselvetésen mesterkedik, atya elleni gondolatokat forgat, egészen elkeseredik, ám aztán mégis egyetértésre jut atyával. Ennek halála után a fehérvári udvarban ülnek össze, királyi vendégség készül mindenkinek, de a legtöbb vendégnek fejét veszik.
Na most ez eléggé távolról, de tényleg alludál a korszak politikai mozgásaira. Ugye azt lehet tudni, hogy a merényletet, mint ilyen politikai furkósbotot, a leszámolás eszközét tényleg a fiatal Béla Herceg fogja elővenni majd az 1220-as években, és aki nem tetszik neki, az majd az előadásom végén erre kitérek, arra rábök, hogy te is megölted az anyámat. És így lesz Gertrudnak nem tudom, 6 darab gyilkosa körülbelül az 1240-es évek elejére. Ami persze lehet, hogy ezek mind cinkosok voltak, csak azért eléggé elgondolkodtat, hogy 30 év után hogy derülhet ki valakiről a középkor viszonyai között, hogy részt vett egy gyilkosságban. És az is biztos, hogy amikor a Béla végre tényleg hatalomra jut 1235-ben, akkor hogyha nincs is egy ilyen generális leszámolás Székesfehérváron, de az apja politikai kormányzatának a legerősebb emberét, Ampotfia Dénes korábbi nádort, azt ott a koronázáson fogjulejtik, megvakítják és börtönbe vetik. Tehát egy ilyen finomabb, ha ez finom, politikai leszámolás azért tényleg történik akkoriban. Na most ezt a történet változatot veszi át egyébként a magyar képes krónika is, pontosabban a krónika kompozíció, ahogyan azt a történeti szakmában hívjuk a képes krónikát, és valószínűleg így került a látókörébe egyébként Katonának is, hiszen innentől kezdve a magyar történetírás ezt szajkózta. Bonfininél ez szerepel Katona Istvánnak, ugye ez csak Katona Józsefnek, csak névrokona, a korszakjeles jezsuita történésze, ez szerepel Prajd Györgynek a munkáiba, tehát mindenkinél gyakorlatilag a történetnek ez a változata van. Na most nagyon érdekes a 4/B csoport. Ugyanis itt rögtön eléggé izgalmas, hogy hol alakul ki ennek a 4/B csoportnak az első szövegtanúja, a Disseni monostorban. Erre majd vissza szeretnék utalni, de előbb felolvasok egy ilyen szövegtanút. Azt mondja a Disseni monostorban, az ágostonos monostorban keletkezett feljegyzés, hogy október kalendéjának 4. napján, szeptember 28-án megölték Gertrudot. Az október kalendéjának 4. napja, ez a szeptember 28-a a római naptár szerint. Magyarország királynéját, Bertolt néhai Merányi herceg leányát, aki Szent Erzsébet anyja volt. Tudnivaló, hogy leánya Szent Erzsébet és a türingiai tartománygróf Lajos eljegyzésén, amely Nász egyességet Magyarország Buda nevű városában kötötték meg, a Násznál jelen volt Bertold akvileiai pátriárka is, a fentebb említett királyné fivére. Na most csak sorolnám a problémákat. Tehát a Erzsébet valóban a türingiai tartománygrófhoz ment feleségül, de eredetileg nem a Lajosnak volt a jegyese, hanem a bátyjának. A házasság, vagy bocsánat, az eljegyzés jóval korábban történt, ráadásul nem itt, hanem Erfurtban. Bertold pedig ekkoriban nem akvileiai pátriárka volt, hanem kalocsai érsek. Tehát ezért ez jól mutatja, hogy mennyire megbízható az, amit most itt hallani fogunk. Meg egy picit tendenciózis is lesz, majd látni fogják. Tehát jelen volt Bertold, aki meglátván egy igen formás magyar nemesasszonyt megkörnyékezte és akarata ellenére maga alá gyűrte. A nemesasszony pedig eme rajta elkövetett gazságot elpanaszolta a férjének. A pátriárka eme panaszkodást semmibe vette és hazament. Kevés idő múltán pedig a fent említett nemes úrban sötét gyanú támadt, hogy a királyné cinkosként beleegyezését nyújtotta azzal a gazsággal kapcsolatban, amely a feleségét érte, és egy neki kedvező alkalommal pénzen gonosztevőket fogadott, akik éjszaka behatoltak a királyné szobájába, és folytogatván felakasztották őt. Azonban mihelyt ez megtörtént, egyszerre mind bénatagokkal zuhantak el a merénylők, úgyhogy reggel a belépő szolgák bénán és némán találták őket, egy férfi kivételével, aki az egész ügyet megvallotta. Azután méltó halálbüntetéssel lakoltak. Mind ezek, mind pedig más csodajelek fényeskedtek a királyné körül, akit azután az egyház tekintélyénél fogva ünnepélyesen szenté avattak. Na hát ez nem egészen így történt, ezt pontosan tudjuk, és azért mondtam, hogy nagyon izgalmas, hogy hol keletkezik ez a forrás, mert a Disseni ágostonos monostor az Andex Merániaknak az első számú egyházóval az egész család temetkezett. Tehát gyakorlatilag abban a monostorban csináltak némi ellenpropagandát az osztrák ritmusos krónikában kitalált szöveggel szemben, ahol az Andex Merániak egyébként viszonylag jó sajtónak örventek, már mint a Disseni monostorban. Ugye 1251-ben az Andex Meráni család kihal, ez egy 14. század elejé feljegyzés, de hát nyilvánvalóan az alapítónak az emlékezetét nagyobb pietással kezelte a monostor, mint mondjuk bárki másét. Tehát ennyit nagyjából arról, hogy a középkori kútfőkből mikor vonalazódik erről a merényletről, és akkor tekintsük át azt, hogy mit lehet ténylegesen tudni arról, hogy mi történt itt. És tulajdonképpen a sarokadatok azok megvannak, de pont a legizgalmasabb kérdés fog nyitva maradni. 1213. szeptember 28-án történt a dolog. Ez tök egyértelműen összerakható, különböző forrásokban szerepel az 1213 meg a szeptember 28, de össze lehet hozni a dolgokat. Tehát ez napi pontossággal keltezhető esemény, ez borzasztó ritka a 13. századi magyar történelemben.
A Zempléni vagy a Pilisi erdőben történt. Na most, itt megint egy vallomással tartozom, az egész történeti szakirodalom úgy gondolja, vagy korábban úgy gondolták, mert 2014 óta erről más most nem írt, amióta az én cikkem megjelent. Tehát korábban mindenki úgy gondolta, hogy ez a merénylet a Pilisi erdőben történt és kész. Mert hogy a Pilis-Szentkereszti monostorban temették el Gertrúd királynét. Én nekem meggyőződésem viszont, hogy ez nem ott történt, hanem az Zempléni monostorban. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, miért gondolom ezt. Az Zempléni monostor, vagy bocsánat, a Leleszi monostornak az egyik adomány levelében ugyanis szerepel az, hogy azért adományozza meg II. András király a Bodrog közben található Lelesz monostorát, mert ott van eltemetve a feleségének egy része. Most ez egy elég izgalmas dolog, hogy milyen részenként temetnek el egy királynét a középkori Magyarországon. Ezt az oklevelet egyébként nem én találtam meg, hát az évszázadok óta közismert a magyar történeti kutatásban. És Pauler Gyula a 19. század végének a jeles történésze úgy értelmezte ezt a helyet, hogy itt az történhetett, hogy a Pilisben megölték a királynét, aki éppen vadászaton volt, és váratlanul érte természetesen ez a merénylet. És a követ lóhalálában a Halics felé igyekvő II. András király után eredt, és hogy bizonyítani tudja azt, hogy tényleg megtörtént ez a baj a királynéval, vitte egy darabot a feldarabolt testből, és ezt felmutatta. Na most túl azon, hogy nem nagyon vannak ilyen párhuzamaink, amikor egy darabokba vágott királynénak a darabjaival igazolja magát egy követ, mondjuk a középkori Európában sem, van még egy dolog, ami ezzel kapcsolatban szerintem eszméletlenül elgondolkodtató, ez pedig az, hogy azért a középkori uralkodói temetkezések azok nem úgy néztek ki, hogy ahol az emberbe belecsapott a villámot, elásták az illetőt. Ezek évszizedekkel előre előkészített, kiépített temetkezési helyekre temetkeztek, és tudjuk, hogy a ciszterci szerzetesen II. András és Gertrúd udvarában népszerűségnek örvendett. Tehát a Pilis-Szentkereszti temetkezési hely az valószínűleg az előkészített temetkezési helye volt Gertrúdnak, és innentől kezdve ez nem orientál minket abból a szempontból, hogy Gertrúdot hol ölték meg. Persze, hogy oda temették, mert előkészített temetkezési helye volt ott. Ilyen szempontból sokkal izgalmasabb a Bodrog közi Lelesz, tudnék, ahhoz semmi köze nem volt a királynénak. Miért ásnak el belőle egy darabot a Bodrog közi Leleszen? Ezt egyféleképpen tudom én legalábbis elképzelni, hogyha a merényletre nem a Pilisi erdőispánságban, tehát vadászbirtok területén került sor, azt ugye tudjuk, hogy egy vadászat során ölték meg Gertrúdot, hanem a pataki erdőispánság területén, ugye patak a sáros patak. A Zempléni hegységről tudjuk, hogy a 13. században a legnépszerűbb királyi üdülőhely volt. Oda jártak kikapcsolódni, meg vadászni. Most, hogyha Halics felé megy a király, akkor ez egy teljesen logikus gondot, hogy a királyné megy vele egészen addig, amíg elérnek a közös nyaralójukig. Gyakorlatilag a Bodrog közi Lelesz környékére, a pataki erdőispánságra, ott a királyné lemarad, az udvaron szokkal vadászni, a király meg megy háborúzni tovább. És azért gondolom, hogy valószínűleg Lelesz környékén ölhették meg akkor ezek szerint a szerencsétlen Gertrúdot, mert viszont, hogyha egy holttestet darabokba vágnak, már pedig a forrásokból tudjuk, hogy Gertrúdot nem egyszerűen megölte a Peturbán, hanem felszabdalta, akkor a középkor viszonyai között nem lehet szállítani. Hát ugye vannak romlandó részei a holttestnek, azokkal valamit csinálni kell, és teljesen logikus dolog, hogy a legközelebbi egyházi intézménybe elviszik a darabokba szabdalt holttestből azt, amit nem tudnak elvinni a Pilis-Szentkereszti monostorba, és a szállítható részét a királynénak meg szépen pompával eltemetik ott, ahol szeretett volna temetkezni. Tehát száz szónak is egy a vége, szerintem ez a dolog az Zempléni erdőben történt, de korábbi szakirodalom azt mondja, hogy a Pilisiben. Tudjuk, hogy II. András távollétében, tudjuk, hogy 6. Lipót osztrák és Thayer herceg, valamint Bertolt kalocsai érsek jelenlétében, tudnélik, az előbbi személy 6. Lipót jelenlétét osztrák források tanúsítják, Bertoldét pedig egy pápai oklevél. Lipót egyébként egy érdekes figurája a korszaknak, szerintem nagyjából, hát hogyha ez nem lenne unalomig elcsépelt szókapcsolat egy filmnek köszönhetően, akkor rá azt mondhatnánk, hogy ő az utolsó lovag Európában tulajdonképpen, még azelőtt, hogy az igazi lovagi kultúra berobbanna. Tudnélik, ő tényleg úgy lovag, hogyha hozzá egy nő fordul, akkor őt nem érdeklik a politikai szövetségi rendszerek, például annak segít. Andrással egyetlen konfliktusa van ennek a 6. Lipótnak. Ez a konfliktus az, amikor meghal Imre király Magyarországon. Ugye Imrével nagyon rosszban van András, akkor még hercegként. És Imrének az özvegye, Konstancia királyné, a pici, akkor 5 éves gyermek királlyal, 3. Lászlóval elkezd kimenekülni az országból, és András meg megy utánuk, vagy legalábbis a serege megy utánuk, kergeti őket.
És ugye a nyomorult özvegy királyné az osztrák hercegségben menekül, az osztrák herceg az Andrásnak a szövetségese. Tehát András úgy gondolja, hogy akkor innentől kezdve szüret, vissza tudja szerezni a koronát, a királyt, mindenkit, és Lipót azt mondja neki a határon, hogy ide át nem jöttök, mert egy nő azt mondta nekem, hogy segítséget kér tőlem, akkor azt én nálam nem lehet bántani, kész. És ebből majdnem van egy osztrák-magyar háború egyébként 1204-1205-ben, és tulajdonképp csak azért nem eszkalálódik háborúig a helyzet, mert szerencsétlen harmadik László meghal 6 évesen. És ezzel ugye elhárul András trónra lépte elől az akadály. De hatodik Lipót egyébként, még egyszer mondom, egy ilyen abszolút keményvonalas, lovagias gondolkodású valaki, az egész életét keresztes hadjáratokon tölti, és ezt most itt azért mondom el, mert 1213-ban Magyarországra úgy érkezik meg a szerencsétlen, hogy másfél éve ostromolja Hispániában Calatravának a várát. Másfél évig ott katonáskodik, végre elesik a vár, elfoglalják, visszajön pihenni. Eljön Zemplénbe vagy a Pilisbe pihenni, és aztán mondom, itt történik az, hogy mellette felszabdalják a királynét, és gyakorlatilag őt meg a határig kergetik. Bertolt kalocsai érsekről pedig azt árulja el egy pápai, azért tudjuk, hogy ő ott volt a merényletnél, egy pápai oklevél van arról, amiben a magyarországi egyházi méltóságviselőket felszólítják, hogyha tudják, hogy kik voltak azok, akik megölték a királynét, és megpofozták a kalocsai érseket, megverték a kalocsai érseket és a környezetében tartózkodó papokat, akkor közösítsék ki ezeket a személyeket. Tehát ezért tudjuk, hogy ott kellett lenni a merényletnél. Tudjuk, hogy az elkövető Törefia Péter ispán, ugye már említettem, hogy miért tudjuk, és nem tudjuk igazából, hogy miért marad a merénylet oka homályban. Tehát itt a történeti kutatásban felmerült a merénylet okaként először is az, hogy Bánk személyes bosszút állt a feleségén. Hát ugye láttuk, hogy Bánk biztosan nem, és hogy nagyon valószínűtlen a személyes bosszú motivuma, mert ez az 1270-es évek elején alakul ki egy osztrák forrásban, valószínűleg valamiféle magyar szóbeszédet rögzít az osztrák forrás, de azért több mint 50 évvel a merénylet után az első említése ennek a szüzsének az azért elgondolkodtatóan távol van a ténylegesen komolyan vehető időtávnál. A másik pedig az, hogy az okleveles anyagban is említik ugyan egyszer azt, hogy Bánk volt az, aki megölte Gertrúd királynét, de 1240-ben keletkezik ez az oklevél, és majd erre vissza fogok térni, mert szerintem azt lehet látni inkább, hogy IV. Béla uralkodásának az első felében egy ilyen generális leszámolás van a korábbi elittel, és tényleg az történik, hogy aki túl erős a politikai saktáblán, vagy túl erős volt, vagy egyszerűen el szeretnénk venni tőle valamit, arra azt mondjuk, hogy megölte az anyukánkat. Tehát ez egyik lehetséges magyarázat, a Bánk feleségénél se egy gyalázat, de ez fölöttébb valószínűtlen. Felmerült lehetséges magyarázatként az, hogy a magyarok egyszerűen gyűlölték a németeket a korszakban. Na most ez nagyon népszerű magyarázatnak számított, főleg a 19. században, ugye nem véletlen, amikor azért van a Habsburg birodalmon, vagy bocsánat, később meg a osztrák-magyar monarchián belül azért tényleg egy ilyen lajtán inneni, meg lajtán túli szembenállás. Azért ez nem árt tudni, hogy az a típusú nacionalizmus, amit mi is látunk az utcákon, meg ami a 19. században is jellemző volt, meg ami a 20. századi történelmet olyan véresítette, amilyen, tehát ez a középkorban nem létezik. A modern nemzetfogalom az majd a felvilágosodás környékén alakul ki Európában. Tehát mondjuk a középkorban is érzékeli azt az ember, hogyha a szomszéd a más nyelven beszél, mint ő, de ez olyan szinten nem zavarja, mint amennyire mondjuk most nemzeti szembenállásokról lehet beszélni a nemzetközi küzdőtéren. Tudjuk azt is, még egyszer mondom, hogy a magyaroknak nem volt különösebb okuk utálni ezeket a németeket a korabeli András udvari gyakorlatának megfelelően, ugyanis II. András egész egyszerűen nem dotálta túl ezeket a német udvaroncokat, nem látjuk, hogy mi oka lett volna a magyar elitnek gyűlölködni. Az egy másik kérdés, hogy a régi magyar elitnek oka volt gyűlölni az újat. Mert ugye erről beszéltem, hogy azok, akik több száz év alatt tettek szert gazdasági és politikai hatalomra, azok nem szeretik, amikor valaki ugyanezt 4 év alatt csinálja, mondjuk meg. Tehát ez egy ilyen szembenállás kitapintható a 13. század első évtizedeiben, csak éppen ez nem Gertrúd koordináta rendszerében van, ez neki semmi köze nincsen. Felmerült lehetséges magyarázatnak az, hogy a magyaroknak egész egyszerűen abból volt elegük, hogy ennek a nőnek itt túl nagy hatalma van ahhoz képest, hogy nő. Tehát, hogy miért bíráskodik, miért van nála a pecsét, stb. Megint ez első hallásra lehet, hogy egy racionális gondolat, de szerintem valójában nagyon nem az, ugyanis aki elköveti ezt a politikai gyilkosságot, az egy dologban egészen biztos lehet, hogy a Gertrúd átkos jelenlétéből megtisztított politikai légkört ő már nem fogja élvezni, mert erre a király egyféleképpen reagálhat egy ilyen abúzusra. Tehát nem gondolnám, hogy Törefia Péter azért ölte meg a királynét, mert egy ilyen modern értelemben vett politikai kamikázét akart volna elkövetni, forradalmat akart volna végrehajtani, és a forradalom érdekében áldozta volna föl magát. És
Hát ugye látják, hogy itt egyre másra inkább csak kizárni tudom a lehetséges indítékokat, mint sem mondani valami értelmeset az indítékkal kapcsolatban. És hát mielőtt a magam verzióját elővezetném, egy nagyon picike történeti módszertannal hadd kínozzam önöket. Ugye amikor Gertrude merénylet körülményeit próbálja rekonstruálni az ember, ezt nem én mondom, hanem a közelmúltban sajnos elhunyt Bak János kiváló középkor kutató mondta, akkor úgy dolgozunk, mint egy nyomozó. Végétől próbáljuk meg visszafejteni az egész folyamatot. Egyetlen egy dolog van, amivel kapcsolatban mi hátrányban vagyunk a rendőrnyomozókkal szemben, hogy mi mindig csak a végkifejlet utáni állapotot látjuk. Tehát azt látjuk, hogy az elbeszélő források mit írnak, vagy bocsánat, mit hazudnak, illetőleg az oklevelekben mit írnak meg az ítéletekben. És csak azt látjuk, hogy a bíró mit látott adott esetben, vagy a király mit látott ezekből az eseményekből. Visszakövetkeztetni arról, hogy mi hogy történt, úgy tudunk, hogy elkezdünk visszafelé gondolkozni, és megpróbáljuk kigondolni logikusan X lépésnek mi lehetett az előzménye. És abban a pillanatban, ahogy valakinek van egy pillanatnyi indispozíciója a szereplők közül, 1213-ban, valaki az asztalra csap és azt mondja, hogy engem nem érdekel a világ, el vagyok keseredve, megölöm a királynét, innentől kezdve megfejthetetlen az egész, mert bekerült egy irracionális motivum a rendszerünkbe, és racionálisan nem tudjuk visszafejteni ezt az egész dolgot. Most ezt azért mondtam el, mert szerintem a Gertrude elleni merénylet annyira megmagyarázhatatlan racionális okokkal, hogy itt valószínűleg egy személyes indíték lehetett. Tehát egész egyszerűen fogta magát a törefia Péter, bement a király és sátrába is miszlikbe vágta. Nem szeretnék senkinek bogarat ültetni a fülébe, azzal kapcsolatban pláne nem, amit az előbb ugye azzal, arról mondtam, hogy a törefia Péter valamilyen bensőségesebb kapcsolatban is lehetett talán a királynéval, de azért az is elgondolkoztató, hogy miért van az, hogy egy királyi vadászaton az állig felfegyverzett őrség beenged valakit a királynénak a sátrába, tehát az alvó helyére karddal. Tehát ez nem egy gyakori megoldás szintén a korszakban. Még egyszer mondom, ahhoz nem vagyok elég bátor, meg főleg nincsenek források, és források nélkül nem mondhatunk semmit a történeti kutatásban. Tehát nem akarom ezzel azt sugallni, hogy valami komolyabb kapcsolat is lett volna a királyné és törefia Péter között, minden esetre a fejlemények azért ezt a lehetőséget nem zárják ki. Tehát, hogy itt valóban szerelmi drámáról volt szó, csak az éppen nem Bank feleségével történt becstelenség formájában nyilvánult meg, hanem úgy, hogy itt valami Gertrude és törefia Péter között történhetett, valami olyasmi, aminek nem kellett volna megtörténnie. De még egyszer mondom, itt már spekulálok, ezt ne történeti koncepciónak tessék venni, mert erre semmilyen bizonyíték nincsen. És végül, nagyon röviden, tényleg csak egy-egy mondatot ezekről a szereplők, hogy miért mondom azt, hogy talán itt politikai leszámolás lehetett az 1220-as, 30-as években. Hát azon egyszerű oknál fogva, hogy a Péter kivételével élő embert nem említenek, mint a merénylet elkövetőjét vagy bűnösét az 1210-es években, tehát közvetlenül utána. Most még egyszer mondom, tök mindegy, hogy adott esetben jó házasságban élte András király meg Gertrude királyné, egyébként úgy tudjuk, hogy igen. De tételezzük fel a játék kedvéért, hogy ez volt a világ legrosszabb házassága, és II. András örült neki, hogy végre valaki megölte a feleségét. Azért egy uralkodó hatalomgyakorlása szempontjából nem egy életbiztosítást jelentő helyzet az, hogyha a gyilkosokat a saktáblán hagyom. Tehát azokat nekem el kell pusztítanom függetlenül attól, hogy viszonyulok érzelmileg a merénylet történetéhez. Most ehhez képest, és bocsánat, még egy dolog, a középkorban azonos megítélés alá esik a cinkos, a felbújtó meg a gyilkos. Tehát az, hogy valaki ténylegesen beleszúrta a kardját a királynéval, vagy csak azt mondta valakinek, hogy tessék leszúrni a királynét, az a középkorban büntetőjogilag tök ugyanaz a kategória. Most nézzük meg azt, hogy ezek után Bánk, aki állítólag megölte volna, vagy beleegyezését nyújtotta volna Gertrude megöléséhez, 1222-ben még kormányzati pozícióban van, és 1240-ben említik először bűnösként. Kacsics Nembeli Simon még 1221-ben Szatmári Ispán, majd 1228-ban kiderül róla, hogy bűnös, és említik az elkobzott birtokait. Itt egyébként van még egy zavarbejtő részlet, amikor nem más, mint Béla ifjabb király említi Kacsics Nembeli Simonról, hogy ez az, aki megölte a mi anyukánkat, és neki a birtokait eladományozza valaki másnak, akkor nagyon érdekes módon a királyi kincstárra háromlás jogcímeként nem azt jelöli meg, hogy ez egy főben járó bűnös volt, és elvettük a birtokait, már pedig az ilyen fej- és jószágvesztési pereknél ez szokott történni, hanem az van, hogy ezek a birtokok azért vannak a kormányzat kezén, mert a Kacsics Nembeli Simon örökösök nélkül halt meg.
Tehát akkor ezek szerint a halála után derült ki róla, még egyszer mondom, a 13. század körülményei között, amikor nincsen DNS vizsgálat, meg informatika, meg nem tudom én micsoda, hogy ő részt vett volna 10 évvel korábban egy politikai gyilkosságban. Tehát ez szerintem inkább politikai leszámolásnak tűnik, mint sem direkt bűnösség megállapításának. Kacsics Nembeli Mihály, ez a Simonnak a testvére, ugye ezek Kacsics Nembeliek, mondom még egyszer, ezeknek semmi közük nincsen a bojótiakhoz, meg a ragóniaiakhoz. 1212 után nem említik, majd 70-ben találják ki azt, hogy ő is bűnös, amikor leírják azt, illetve akkor említik meg a tőle elvett birtokokat. Lehet, hogy a bűnösségének a koncepciója korábban is kialakul, de hát ez egy borzasztó későn bukkan fel először a forrásanyagban. És végül Bánknak a Simon nevű veje, akit egyetlen alkalommal említenek a források, 1270-ben, amikor azt mondják, hogy ő is bűnös volt. Tehát ez, még egyszer mondom, nagyon késői említéseket jelent a középkor viszonyai között. Nem azért jelent késői említéseket, mert ne lenne ilyen, hogy hiteles történeti esemény csak évtizedekkel később reflektálódik a nagyon szorványos középkori forrásanyagban, hanem azért nagyon késeiek ezek az említések, mert nem tudjuk elképzelni, hogy mi az ördög lehet az a motivum, ami 20 év elteltével vagy 10 év elteltével valakiről egy gyilkosságban való közreműködését, vagy pláne felbújtói szerepét napvilágra hozza a középkor viszonyai között. Márpedig azt látjuk, hogy az állítólagos bűnösöket II. András hosszú ideig nemhogy békén hagyta, de egyenesen nagyon komoly kormányzati pozíciókba ültette. Köszönöm szépen a figyelmet!